Az oltár a nyíregyházi Szent Atanáz görög-katolikus hittudományi főiskola kápolnájában. Itt gyakorolhatják a papnövendékek hivatásukat. Az intézmény ugyanakkor nem csupán papneveléssel foglalkozik, a teológia és az egyháztörténet számos tudományágát oktatják a nyíregyházi képzőhelyen. Az intézmény neve görög-katolikus hittudományi főiskola, de szeretném mindjárt hangsúlyozni, hogy a görög-katolikusba belefér a római katolikus is, tehát aktuálisan is nagyon sok olyan hallgatónk van, aki római katolikusként tanul itt, és amikor hittanárszakosként vagy teológusként végez tanulmányokat nálunk, akkor őket ki tudjuk képezni nem csak a görög-katolikus, úgymond egyházi elvárásokra, hanem a római katolikusokra is. A főiskola régebben egy olyan intézmény volt, ahol csak főiskolai végzettséget adtak ki. Az új törvények szerint a főiskola nem azt jelenti, amit korábban, a főiskola csak azt jelenti, hogy nem adhatunk ki doktori képzést. De ettől eltekintve egyetemi végzettséget adunk ki. Az új szakok, amikről beszélünk, azok is mind egyetemi végzettséget adnak. A tanárszakunk is egyetemi végzettséget ad, a teológus szakunk is azt ad. A görög-katolikus hittudományi főiskolán az új tanévben bővül a képzési kínálat, újabb 3 mesterszakot indítanak. Elindul a pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterképzés, ez 3 specializációval végezhető el. Szintén új választható szak a keresztény egyház és művelődés történet, valamint az európai léptékkel mérve is egyedülállónak számító összehasonlító vallástörténet, alkalmazott kulturális tanulmányok képzés is. A képzéseinket fontos tudni, hogy bár mindegyik hitéleti képzés, de lehet jelentkezni olyanoknak is, akik nem rendelkeznek hitéleti diplomával. Tehát bármilyen diplomával, bármilyen végzettséggel be lehet jönni a szakjainkra. A 3 új képzésünk egyik az előbb említett vallástörténet szak, amit a Zsidó Egyetemmel és az Iszlám Kutató Intézettel együtt fogunk folytatni. Ezt leginkább Budapesten tervezzük folytatni. Ez egy eléggé komplex képzés. Tulajdonképpen Európában az egyetlen intézmény vagyunk, amelyik ilyen típusú képzést csinál. A neve összehasonlító vallástörténet, alkalmazott kulturális tanulmányok szak, és a 3 monoteista vallás, a kereszténység, iszlám és a zsidóság történetét adjuk meg a diákoknak egy ilyen komparatív szemléletben, de nem csak egy egyszerű bölcsész szak lesz ez a szak, hanem a kimenetek tekintetében 5 olyan specializációt hoztunk létre, amelyek abban segítik a diákokat, hogy konkrét munkahelyeken tudjanak elhelyezkedni. Az új képzések levelező formában indulnak, így azok akár munka mellett is végezhetőek, tette hozzá a főiskola megbízott rektora. Fontos tudni, hogy a jelentkezés nem a felvi.hu-hoz kötött, azt közvetlenül az intézményben kell megtenni. Az új mesterszakokról a főiskola weboldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.